Sok szeretettel köszöntöm a Vertebra Alapítvány követőit, nézőit a videósorozatunkban, amelyben Holcsa Judit gyógytornász, manuálterapeuta, slotterapeuta vendégünk, és most ebben a részben kifejezetten a műtéti kezelést megelőző és kísérő gyógytornáról lesz szó, illetve a sportokról, mozgásterápiáról is. Judit, kezdjük talán rögtön az elején, hogy miből áll, van-e olyan műtéti felkészítés gyógytornász szemmel, miből áll ez? Szerencsés esetben az a paciens, aki műtétre kerül, már egy jó ideje jár gyógytornára, és korzetet is visel, tehát elég gyakorlott a SOT terápiába és a saját korrekcióiba. Mégis valamilyen okból kifolyólag eljutottunk arra a kofokértékre, hogy műtétre kerüljön a sor. Ilyenkor mi azt szoktuk javasolni, hogy egyáltalán ne hagyjuk abba a korrekciós tornát, az izomzat rugalmassága, ereje, az ízületek mozgékonysága nagyon fontos szerintem a műtét után is, és mindezeken kívül azt el kell mondjuk, hogy picit megváltoztatjuk a terápiát, nem hagyjuk el a SOT gyakorlatokat, hanem megtartjuk őket ugyanúgy. Lehet, hogy egy picit csökkentünk a végrehajtás idején, mert nem szeretnénk, hogy napi 2 órát tornázon a páciensünk. Tehát azokat a gyakorlatokat, amiket pluszban adunk időtartamban, azokat úgy tesszük bele, hogy a többit egy picit lecsökkentjük. Nagyon nagy szerepet kap a műtétre való felkészülésben a végtagizmoknak az erősítése, ami egyébként benne volt eddig is a terápiában, de most ahhoz, hogy majd a műtét után jól fel tudjon állni a paciensünk, erős legyen és nagyon gyorsan haza tudjon majd menni, ahhoz nagyon-nagyon jó láb és karizmok kellenek, nagyon jó egyensúly kell hozzá, mert amikor kiegyenesítik a paciensnek a gerincét, akkor egy egészen más testhelyzet alakul ki, amihez az idegrendszernek alkalmazkodnia kell. Minél jobb az egyensúly érzéke a paciensünknek, annál hamarabb fog tudni alkalmazkodni az új testhelyzethez. Tehát a láb és kar erősítő gyakorlatokon kívül egyensúly gyakorlatokat is bevezetünk, amit egyébként is eddig is csináltunk, tehát előfordulnak olyan SOT gyakorlatok, amiket ráteszünk egy instabil felszínre, például, és akkor az már nagyon-nagyon-nagyon multifejlesztő gyakorlatnak tekinthető, és ami még egy fontos része a felkészítésnek, a kardiorespiratorikus tréning. Ismét el kell mondjam, hogy eddig is végeztük, mert azt szoktuk kérni a páciensektől, hogy azon kívül, hogy minden nap végrehajtják a napi 50-60 perc SOT gyakorlatokból és egyéb gyakorlatokból álló gyógytornájukat, amellett heti 3-szor végezzenek kardiorespiratorikus tréninget, egy olyan mozgást választanak, amit szeretnek. És akkor akár egy szobakerékpár, egy nordic walking, ha valaki szeret úszni, akkor úszhat. Lehetőség szerint az idiopátiás gerincfeldüléssek gyors úszásban úszanak. Tehát egy olyan kardiotréninget választunk, amit szeret és lelkesen végez a gyermek, viszont ebben az időszakban, amikor tudjuk, hogy felkészülünk a műtétre, akkor nagyon szigorúan vesszük ezt a heti 3 tréninget. Tehát ez, és sajnos azt meg kell mondjam, hogy a kardiorespiratorikus tréning minimum 50 perc. Tehát nem lehet 20 perceket biciklizni, attól nem lesz aerob állóképesség növekedés, hanem sajnos az aerob tréning az megint csak minimum 50 perc. 5 percig bemelegítünk, meghatározott célpulzuson 40 percig végezzük a tréninget, ez lehet egy lineáris, tehát egy folyamatosan tartott intenzitással, vagy akármilyen más edzésvonalat is lehet választani, ezt a gyógytornász tud segíteni, hogyha van ilyen végzettsége, vagy rálátása az edzésre, de egyébként egy személyedzőből is jól össze lehet állítani a kardiotréningnek a mikéntjét, és ha van egy 5 perc levezető, ez megint 50 perc, és akkor ezen a napon még SOT terápiát is kell folytatni, és akkor, tehát ilyenkor mondjuk azt, hogy igen, értjük, lehetetlen, és amikor ilyen tréningre adja valaki a fejét, akkor nyilván kiveszünk egy-két SOT gyakorlatot, ami nagyon fontos, és a kardiotréning után azt csinálja meg.
egyébként meg egész nap a hétköznapi tartás korrekciókban létezik a gyerek, és hogyha lehetőség van rá, akkor a kardiotréninget is fűzőben végezzem. Például egy szobabiciklis tréning, vagy egy... Én nem vagyok ellene a lépcsőgépnek. Tehát nem jár akkora ütközéssel egy ilyen kis szobai, otthoni lépcsőgépnek a használata, hogy azt ellenezni kelljen. Egy lépcsőgépen is nyugodtan lehet korzetben tréningezni. Na, tehát, hogy akkor valamilyen szinten belevesszük a kardióba a korrekciókat, és akkor lehet csökkenteni az aznapi SOT terápiát. Tehát talán ez, tehát hogy röviden összefoglalva, tehát végtagizmoknak az erősítése, kardiotréning és egyensúlyfejlesztés. Igen, ezek többnyire, ha jól értem, a gyerekekre vonatkoznak, mert azért a műtéti kezelés nagyon-nagyon széles spektrumot ölel fel. Itt az egészen pici két-három éveseknél végrehajtott megelőző jellegű műtéti kezelés, ről is beszélünk náluk, nyilván ez nem jön szóba, egy ilyen tudatos felkészülés. Beszélünk ugye 40-50-60 éves felnőtt páciensekről is, náluk ez szóba jön kivéve a korzettes részt, de ugye most többnyire azért idiopátiás szkoliózis miatt operált gyerekek a legnagyobb csoport, akihez szólunk, úgyhogy rájuk vonatkozott főleg, amit elmondtál. Szerintem a mozgásterápia szempontjából ugorjunk egyet. A kórházban ugye segédgyógytornász a mobilizálásban, fölülés, fölállás, értorna, légzőtorna, ott többnyire ezek a dolgok történnek, tehát nyilván nem kell nagyobb dolgokra számítani, és még az első pár hétben sem. Viszont mert ott főleg kímélni kell ugye a hátat attól, hogy egy ilyen komolyabb erőfeszítésnek tegyük ki, tehát semmiképpen nem szabad nagyon tornáztatni. Viszont ha jól tudom, akkor a 6. héttől következik a szöveti gyógyulásnak egy új fázisa, vagy egy új szakasza, ahol már újra szerepet kap a gyógytornász, a gyógytorna, illetve inkább a mozgás. Így van, a perifériáról haladunk, tehát általában amikor elkezdjük az aktív gyógytornát, már a kórházon kívül, megint csak a végtagizmokat kezdjük el, meg a végtagmozgásokat először erősíteni, illetve a végtagokhoz csatlakozó válllőv és a medenceövnek a mozgásait visszaállítani. Ami nagyon-nagyon fontos, és ez a gyerekeknek, felnőtteknek, tehát bárki, akit megműtöttek, ez legyen a gyógytorna szoba ajtajára felírva, hogy a műtött gerincszakasz nem mozdítható. Tehát és akárhogy is egy kicsit elégedetlenek vagyunk itt, ott, amott nem pont lett szimmetrikus, bár gyönyörű, akkor se próbáljuk meg azokat az aszimmetriákat aktív erővel korrigálni, hiszen a műtétnek az a lényege, hogy fixen, 100%-osan rögzíti azt a gerincszakaszt, amire szükség volt, és emiatt semmiféle oldalra való feszítés vagy rotáció nem tesz jót, bár az operáló orvosok azt szokták mondani, hogyha jó volt a csontozat, jó a fém szerkezet, a csavarok és a statika, ahogyan elkészült, tehát jól sikerült a műtét, akkor azt gyógytornával nem lehet tönkretenni. De mégis az első évben nagyon-nagyon fontos, hogy fokozottan figyeljünk ezekre a területekre, illetve ami még egy fontos terület, a rögzítésnek az utolsó csigolyája és az első szabadon maradt csigolya. Ott egy nagyon nagy különbség van a gerincben, tehát egy teljesen mozdulatlan szakaszt követ egy mozgó szakasz, és a mozgó szakasz az nyilvánvalóan megpróbálja a hétköznapi élet mozgásait pótolni, tehát amit a felső vagy alsó rögzített szakasz nem végez, azt majd megpróbálja kompenzálni, és akkor itt jönnek a túlterhelődések, úgyhogy arra is kell vigyázni, hogy ezen a szakaszon egy nagyon-nagyon erős és komplex izomfűzőt kell kialakítani, illetve meg kell próbálni nem túlterhelni ezt a szakaszt. Vannak bizonyos mozdulatok, amikkel nagyon könnyen túl tudjuk terhelni az ágyéki gerinc szakaszunkat, és bármeddig is ment le a műtét, ugye nyilván az utolsó egy-két ágyéki csigolyát igyekszenek nem rögzíteni, és a legtöbb terhelés ott alakul ki, túlterhelés ott alakul ki,
És ez megint nem egy ördöngösség, és egy nem egy speciális szakterület, hogy mi az, amivel ne terheljük túl a gerincünket, mert az nagyon nagy általánosságban vett gerincvédelmi szempontok pontosan megfelelnek ugye a műtött felső szakaszhoz kapcsolódó alsó ágyéki szakasz védelmének. Tehát nem hajolgatva emelünk föl valamit, hanem guggolunk, oldalra fordulva kelünk föl az ágyból, helyes testtartásban ülünk, létezünk, megpróbáljuk elkerülni a nagyon erőteljes csavarásokat, illetve az oldalra hajlás, nagyon erőteljes előre és hátrahajlásokat sem végeztetünk ilyenkor, mert ugye nincs annyi csigolya szegment, amikből ezeket a mozgásokat végre lehetne hajtani. Ezt abszolút megerősítem, mindezeket, amiket elmondtál, ugye kétszeresen gerincműtött páciensként. Viszont van egy olyan terület, vagy egy olyan kérdés, ami kifejezetten speciális ebben a témában is, ez pedig a szelektív fúzió, ami ugye azt jelenti, hogy csak részlegesen merevítik el a gerincet. Ez többnyire egy ajándék ugye a páciensnek, hiszen minél több mozgó szegmentum marad, annál természetesebb a gerinc mozgása, annál több ép része maradhat a gerincnek, de sok esetben a sebész úgy csinálja meg mondjuk a felső szakaszon a korrekciót, hogy az többnyire az alsó rész, tehát a hát, a gerinc alsó része szabadon marad, de az még sokszor kiáll, vagy kijár, és az a feladata a gyermeknek, az a gyermeknek a feladata, hogy tornáztassa be, vagy próbálja meg visszahozni úgymond a középvonalhoz, különben, és ez nem egy fenyegetés, csak egy lehetőség, különben azt a részt is hozzá kell venni a műtött területhez, tehát az is egy újabb műtét lehet. Milyen tapasztalatod van erről? Így van, visszatérve az előzőekre, tehát általában akinek nem szelektív fúzióval, tehát úgy műtötték meg a gerincét, hogy mind a két görbületet rögzítették, már nem lesz szüksége Schrott terápiára. Tehát az aszimmetrikus háromdimenzióban korrigáló tornát, azt egy életre elfelejtheti, és kezdődik az általános értelemben vett gyógytorna. Viszont a szelektív fúzióval általában rögzítik a nagyobb görbületet, tehát vegyük azt, hogy fölül volt, mit tudom én, 45, alul volt 23, és akkor az alsó görbületet úgy ítélték meg, hogy a felső görbületnek a középre korrekciójával, mivel a két ív ugye megpróbál egymás fölé kerülni, akkor mert a fej az szeret középen lenni, így hát behúzza a medencét, az idegrendszerük nagyon jó, hogy a tetején van, mert nagyon sok mindenben segít a gerinc korrekcióban is. Tehát behúzza középre a medencét, így a lumbális szakasz, az ágyéki szakasz is ki tud egyenesedni. Viszont ilyenkor egy nagyon fontos szemléletváltás kell, hogy történjen a gyógytornába. Tehát van létjogosultsága a Schrott terápiának, tehát a háromdimenzióban korrigáló terápiába. Igen ám, de az összes gyakorlat, amit eddig tanult a gyermek vagy felnőtt, az kuka, el kell felejteni, mert az háti főgörbületre lett kialakítva, vagy összeállítva. Uh-huh. És most a háti főgörbület nincs, tehát át kell variálnunk a gyakorlatról, teljesen új sort kell kitalálni, amiben a fölsőt nem mozdítjuk, viszont az alsót tekintjük, tehát a megmaradt kisebb görbületet tekintjük főgörbületnek, tehát azt korrigáljuk, és arra specifikusan nem feltétlen kell tökéletesen, teljesen felépített sodgyakorlatokat adni, mert vannak olyan testhelyzetek, meg egy csöngés a bordás való, nem biztos, hogy megoldható egy rögzített háti szakasszal. Viszont olyan gyakorlat elemeket kell használjunk a SOT terápiából, amiben maximális korrekciót tudunk elérni a szabadon maradt szakaszon, és meg tudjuk erősíteni az izomzatot a középhelyzetben. Nagyon jó az esélyre, tehát, hogy nagyon szépen meg lehet erősíteni, és nagyon szép korrekciókat lehet elérni, azonban vannak olyan esetek, amikor elhanyagolódik a torna, és elkezd egy picit romlani az alsó szakasz, akkor sem kell megijedni, tehát nem rögtön visszamegyünk a műtőbe, hanem mint egy jó gyógytorna a paciens, és egy jó gyógytornász újra nekiugrik a terápiának, és bármikor lehet felnőtt korban is ugye magát a testtartást javítani. Tehát várhatóan ezek a visszaromlások,
amikor egy szabadon hagyott gerincszakasz elkezd romlani, nem csontos deformitásként jelentkeznek, hanem magából a testsúlyból és a függőleges helyzetből adódó inkább egy testtartási diszfunkt, vagy helytelen testtartásból adódó összeroskadás. Tehát, hogyha visszahozzuk eredeti helyzetbe az izmokat, az ízületeket picit mozgékonyabbá tesszük, akkor nagyon jó eséllyel elkerülhető a következő műtét. Ehhez azért ugyanolyan kitartó tornára van szükség, mint az elején. Tehát, hogy napi 50 perccel kell számolni, és akkor egész jól kezelhető. De vannak olyan paciensek, akik nem igénylik ezt a nagyon erős tornát, tehát magától visszaáll a gerincük, tökéletes egyenesbe kerül, nincs szükségük többet aszimmetrikus tornára, ellenben általános testmozgásra, akár gyógy, akár nem, mindenkinek szüksége van, akár műtötték a gerincét, akár nem. Tehát akinek megműtötték a gerincét, az ugyanúgy éljen sportos, aktív életet, mint ahogy az, akinek nem műtötték meg. Kivéve a nagy ütközés, a nagy csavarodással járó. Így van. A betonfutást és a maratonfutást nem annyira javasoljuk, vagy extrém sportok űzését, de tehát az általános fitness sportok műtét után ezek az alapszabályok betartásával azt gondolom, hogy minden veszély nélkül űzhetők. Ez is egy nagyon fontos, hogy egy kulcsmondat, hiszen itt ez fontos, hogy a szakember szájában hangozzék el, mert én a magam tapasztalatát tudom hozzátenni, meg a sok általam ismert műtött páciens tapasztalatát, hogy mindannyian sportolunk, vagy csinálunk valamit, és mozgásban gazdag életet kell élni. De az fontos, hogy elhangozzék, hogy ennek nincs is igazából tilalma, hiszen talán sokszor a szülők féltik a gyereket attól, hogy ezt ne csinálja, azt ne csinálja, de azért egy általános teljes életet általánosan úgy értem, hogy mozogjon azt, amit szeretne tényleg a nagyon, nagyon extrém dolgokon kívül. Viszont amire én még felszoktam hívni a szülők figyelmét, és egy kicsit vitatkozom a sebészekkel is, amikor biztatják ugye ezekre a nagyon nagy szélsőséges dolgokra is akár a pácienseket, az az, hogy sok-sok évtized telik el műtött háttal. Én 18 éve élek így, és én azt hiszem, hogy 98%-ban panaszmentes páciensnek vagyok tekinthető ezzel a nagyon bonyolult történetemmel is, viszont nem titkolom, sőt, nagyon büszke vagyok rá, hogy azért kellett hozzád fordulnom ilyen-olyan panaszokkal, és arra akarok ebből kitérni, hogy beszéljünk arról, hogy mik az évtizedes következményei, picit már érintettük az ágyéki szakasznak a terhelését akár, hogy mik azok, amikre oda kell figyelni, milyen panaszokkal találkozol, főleg én tudom, hogy sok műtött felnőtt pácienssel is dolgozol, és ebben a kérdéskörben egy picit a gyerekvállalásra is térjünk ki, hiszen többnyire nők a szkolis páciensek, nagyon-nagyon érdekli őket, hogy lehet-e műtött háttal a gyermeket vállalni, és ezt hogyan kell gyógytornával, mozgásterápiával kísérni. Tehát itt a felnőtt élet. Igen, az első kérdésre válaszolva, tehát a rögzített gerincszakasz fölötti és alatti csigolyák, és főként a porckorongok mindenképpen picit túlterhelődnek. Ez egyébként előfordul a hétköznapi teljesen egyenes gerincű hölgyeknél is, és a férfiaknál is, mert egyszerűen a függőleges testhelyzet túlterheli, főként az ágyéki gerincszakasz. Tehát az ülő foglalkozásnál a nyaki szakasz is túlterhelődik, és mivel tehát a műtét miatt a háti szakaszból nincsen kimozgás, ezért elég gyakran fordul elő, hogy nyak, illetve végtag panaszaik vannak a műtött, tehát a gerincműtött pácienseknek. Ezek nem kifejezetten gerinc műtöttekre szabott gyógytornát igényelnek, hanem az adott panaszt, ami kialakult a rögzített gerincszakasz fölött és alatt, azt kezeljük avval a terápiával, ami éppen erre adekvált. Tehát, hogyha valakinek nagyon erőteljes
kézribadása, karfájdalma, nyakfájdalma van, és nyilván kivizsgálás után kiderül, hogy tulajdonképpen az izomzati túlterheltségből, a feszes izmokból, vagy a helytelen nyaktartásból adódik, akkor ugyanúgy kap egy terápiát, mint ahogy egy nem műtött páciens. Minden csak annyit kell figyelembe venni, hogy neki bizonyos szakasztól nem mozog már a gerince, tehát olyan gyakorlatokat nem tudunk adni, de a kezelések ugyanúgy végezhetők, és ilyenkor szoktam mindig azt mondani, hogy tehát ezek a civilizációs betegségek, lássuk be. Ezek nem azért vannak, mert gerincferdülése volt fiatal korában a paciensünknek, és akár megműtötték, akár nem, ez igaz rá. Tehát nem azért fáj a nyaka vagy a dereka, mert rögzítették, vagy éppen gírbe-gúrba a gerince, hanem azért fáj, mert a porckorongok, illetve a kisizületek az életkor előre haladtával, hát akárhogy is nézzük, öregednek, és akár tönkre is mehetnek. És akkor itt jön az, hogy tényleg, és tény az, hogy a rögzített gerincszakasz alatt nagyobb terhelésnek vannak kitéve a porckorongok és a kisizületek, és gyakrabban fordul elő azoknál a pacienseknél, hogy tönkre mennek, akiknek nagy görbületük van, illetve akiket megműtöttek. De nem gerincferdülés, nem a gerincferdülés fáj maga, hanem a kialakult következmények, és ezt megelőzendő tényleg, tehát akár műtöttek, akár nem, valakit gerincferdülése, mindenképpen egy aktív, tudatos életet és tudatos tornát kell végezni. Annak érdekében, hogy ezeket a 40-50 év között általában a népességben jelentkező panaszokat elkerüljük. És akkor a másik kérdés a gyerekvállalás volt, csak túl sokat kérdeztem. Igen, a gyerekvállalás, én azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet gyereket vállalni, és ez nem csak én gondolom, hanem sokan gondolják. Tehát ugyanúgy vállaljon bátran gyereket egy nagy görbületű páciens is, illetve egy gerincferdüléssel operált páciens is, akit nem műtöttek meg, és viszonylag nagy, tehát a nagy görbület, a 30 fok fölött gondoljuk azt, hogy valakinek nagy görbülete van felnőtt korban. A nagy görbülettel rendelkező paciensek teljesen természetes úton és természetes módokon tudnak gyermeket szülni, illetve a kihordásban sincsen semmilyen problémájuk a gerincferdülés miatt. Más okokból kifolyólag nyilván ugyanolyan kismamák, mint a többiek, tehát akár lehet neki attól még magas vérnyomása, meg minden más, de a gerincferdülés az biztosan, hogy nem befolyásolja az ő állapotosságát, illetve magát a szülést. Annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon-nagyon jó, hogyha kismamaként is végzi a korrekciós tornát. Nyilván az állapotosság miatt megváltoztatjuk a gyakorlatokat. Bizonyos dolgokat nem végeztetünk, bizonyos erőteljes kifújásokat, vagy egy idő után a hasonfekvő gyakorlatokat ugye nem nagyon tudjuk végeztetni, vagy alulról indított hasizom gyakorlatokat, amiket egyébként nagyon szeretünk végeztetni a szkoliózis terápiában, de kismamákkal nem tudunk végeztetni. Tehát a kismama kezelést olyan szinten befolyásolja a szkoliózis, hogy a szkoliózisnak megfelelő, de a kismamaságának is adekvát gyakorlatokat kell végezni. Azt szoktam mondani, hogy aki a terhesség előtt bizonyos gyakorlatokat végzett, vagy sportokat űzött, és az nem teljesen kontraindikált egy kismamaság alatt, akkor azokat nyugodtan végezheti, mert az első három hónap, és ezt a szülészorvosom mondta nekem, de az első három hónap, azért tudjuk csak, hogy állapotosak vagyunk, mert hogy vannak a tesztek, meg az ultrahangok, de van, aki észre se venni egyébként, és csinálja a hétköznapi életét, folytatná tovább. Tehát extrém tiltásokban nem szabad ilyenkor belemenni attól, hogy kismama és gerinc ferdült. És a harmadik hónaptól viszont el lehet kezdeni olyan úgymond extrém kismama tevékenységeket, tornákat, amiket előtte nem csinált. Tehát itt jönnek a kismama tornák, a kismama jóga, stb. Egyébként maga a kismama jóga, gerincferdülése nyugodtan végezhető, tehát az nem nincsen benne annyi rotáció, meg annyi hátrahajlás, mint egy általános hatha jogában, úgyhogy ezt nyugodtan be lehet iratkozni, de a legjobb egyébként gyógytornász által vezetett kismamatornára járni, és ott figyelembe tudják venni a gerincferdülését is. Maga a szülés, hogyha valakinek nagy a görbülete,
akkor nehezen végzi azt a mozdulatot, hogy teljes erővel meghajlítja a gerincét előre, és sajnos a szülésnek az utolsó fázisában pont erre van szükség. És ezt a mozdulatot nem fogja tudni olyan jól végezni, viszont szerencsére vannak ezek a félig döntött szülőszékek, ahol nem kell ezt a görnyedést megcsinálni, viszont ugyanúgy meg tudja szülni a gyermeket, mint hogyha tudná végezni ezt a mozdulatot. Tehát teljesen természetes úton lehet szülni. Mindig azt szoktam mondani, hogy ez több feltétel szükséges. A leges-legelső feltétel, hogy a kismama akarjon természetesen szülni, a gyerek akarjon természetesen megszületni, és az orvos mindezt tudja vezetni. És hogyha ez a három adott, akkor nyugodtan. Ahogy így elhallgatlak téged, pedig hát nem először hallgatlak, nagyon régóta dolgozunk együtt, én csak biztatni tudok mindenkit továbbra is, hogy műtét előtt, műtét után is forduljon hozzád bizalommal. Nagyon szépen köszönöm, hogy körbejártad velünk ezt a témát is, és hogyha lesz kérdés, akkor azt tolmácsolni fogjuk feléd ebben a kérdéskörben is. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm, sziasztok!